már 17 éves szerveznek Múzeumok Éjszakája országos szintű program sorozatot. A nemrég az év múzeumának megválasztott intézménye a József András Múzeum ezúttal is színes programokat kínál az érdeklődőknek. Bíznak benne, hogy a tavalyi rekordlátogatós szám után idén is sokan keresik fel a múzeumot, például a mostani hétvégén. Tavaly 110 ezeren látogattak el a József András Múzeum, a Kálai Gyűjtemény és a Múzeumfaluba, és annak ellenére, hogy a Múzeumfalu építés alatt volt a év második felétől, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló látogatottsági szám. De ebben az évben is már több mint 25 ezeren látogatták a József András Múzeum épületét. Annak a kiállításai, természettudományi kiállításai nagyon tetszettek a közönségnek. És bízom benne, hogy ez a szám a múzeumok éjszakáján több ezerrel meg fog emelkedni, és utána pedig majd az attrakcióval, ami a Vidor Fesztiválra készül, szintén nagyon meg fogja nyomni a látogatottságot. Új kiállítások nyílnak szombat este a múzeumban. Az egyikkel Kis Lajos korábbi igazgatóra emlékeznek, de nem a megszokott módon. A Nyugat kopogtat című tárlattal pedig a rendszerváltás 30. évfordulóját ünneplik. A 80-as évek hangulatát idézik fel egy nyíregyházi család életén keresztül. Korabeli munkahelyek, bérekről szeretnénk egy részt bemutatni, aztán korabeli oktatás, tehát itt bölcsődék, óvodák és iskolák működése, aztán az oktatásnak a színvonala és politikai jellege is mindenképp meg lesz, vagy be lesz mutatva. Aztán nyíregyházi utcaképet is szerettünk volna, vagy szeretnénk bemutatni, és ami nagyon fontos az ebben az években, és nyilván a vásárlás, egy boltot és egy trafikot is szeretnénk bemutatni, korabeli tárgyakkal nyilván. A második részben pedig egy panellakásnak a belsejét próbáljuk megjeleníteni, korabeli tárgyakkal nyilván ugyanúgy berendezve, ahogy kinézhetett. A zenei vonalat koncertekkel erősítik, a fő attrakció Nagy Feró és a Beatrice lesz. A gyerekeket mások mellett bábelőadások, a mozogni vágyókat a nemzetközi jóga nap várja, amit a múzeumok éjszakájához kapcsolódva rendeznek a Hősök terén. A tűzugrás idén sem marad el, a skanzen felújítása miatt azonban ezúttal a múzeum előtti téren lesz. A szervezésbe és megvalósításba a Kálai Gyűjtemény, a Megyei Levéltár és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény is bekapcsolódott. Kedvezményes árujegyek péntek délutánig válthatóak a szombaton 18 és 22 óra közötti programokra.